Szavaztok, srácok, hello, szív, hú, de furcsa itt most minden. Itt vagyunk, megjöttünk a csodálatos új setupunkkal. Az egész délelőtt konkrétan arra ment el, hogy itt minden lócuccot át kellett rendezni, gyerekek. Mert itt ami volt, azt sem tudom, hol a kamera. Hú, de fura, hú, bazd meg. Na mindegy. Szóval eléggé megváltozott itt a dolog, most ugye bekötöttem a monitort is, tehát most már nincs tévé, tehát nem fogok így nézni soha. Most gyakorlatilag itt van így előttem a kettő monitor. És így akkor elég faszán lehet mindent csinálni. Gyerekek, egészen egyszerűen nagyon-nagyon király lett. Úgyhogy így ezzel a lendülettel mindenki a Pracrinak egy nagyon nagy köszönetet mondjon, mert igazából az egészet úgy, ahogy van, ő csinálta meg. Eszméletlen durván ért hozzá, nagyon-nagyon, hát látjátok, hogy néz ki itt a grafika, meg a design, meg minden. Ez most már ugye itt a stream megújulásnak az első lépése. A nagy meglepetés az még mindig folyamatban van, de gyakorlatilag már arra se kell sokat várni. Hamarosan az is most már meg lesz, elméletileg minden adott hozzá, úgyhogy hát gyerekek, majd meglátjuk. Én nagyon-nagyon szeretném, ha az jövő hét összeállna úgy rendesen. Aztán majd látjuk, hogy összeáll-e vagy nem. Igazából mire voltam? Annyira furcsa most, gyerekek, itt minden, bazd meg. Botrány. Na mindegy. Hála, köszi, Bence, hoztat, aranyapa. Király vagy. Most bazd meg, nagyon durva, most nem tudom, mit nézzek, mert most ugye úgy lesz, hogy az új monitoron fogok játszani, és itt most itt van egyből mellettem. Úristen, nagyon durva. Ez az, gyerekek, úgyhogy megindult a buli. Itt vagyunk végre, a két softbox is ott van, ahol lennie kell, a gép mögött, és vetíti ki rám ezt a csodát, a fényt, úgyhogy durva, durva, durva. Na figyeljetek, tehát a következő képen fog kinézni a mostani stream. Megépítjük ezt a széket, amit ugye köszönök szépen még egyszer mindenkinek, aki hozzájárult, itt van, megérkezett, és most összerakjuk. Nem tudom még, hogy mert az énekben nem vagyok jó, de összerakjuk. Valahogy ezt összerakjuk, bazd meg. Nos! Akkor, szerintem ne is húzzuk az időt, gyerekek, gyorsan még itt a chatet elindítom, ahogy szoktam a telefonon is, hogy lássam, bár most már látom, most már mindent látok, most már nem kéne, de mindegy, azért megcsináljuk. Oké, bezárjuk, egy, és akkor ezt meg ide rakom. Remek. Na, akkor induljon. Nuevo! Lassú vízpartok, most mi van, kabinváltás? Mi van? Ez már a kapitány rezidenciája. Rasszli munkájának gyümölcse az idő előre alattával egyre inkább beéri. Csecse Pepec, mester, munkamester, kiváló. Hú, baszki, nagyon-nagyon király, nekem is nagyon tetszik. Eszméletlen faszát csinált a Rasszli. Na gyerekek, akkor jön az első meglepetés. Szólok, hogy ez a cucc 40 kg.
Hello, Vig Márti! Mi van? Üdvözlök! Hangosan beszéljek? Jó vagy, csak azt még neki vettünk. No, akkor bontjuk ki. Teljesen érintetlen gyerekek az egész, én hozzá sem nyitom direktben, ügyesen vele, hogy ezt itt fogjuk kibontani. Konkrétan erre a székre már nincs szükség, úgyhogy meg vissza a konyhába. Na gyerekek, akkor lássuk, mit rejt. Húha! Ez már stream a streamben, apám. Mi van, Big Brother? Ez az, gyerekek! Hello, Sabi the Boss! Köszi szépen, aranyapa, köszi! Hát, gyerekek, megvan! Megvan, hát ez ezt... Mi a fasz? Nem tudom, hogy ez mi látszik meg, mi nem, de konkrétan már az meg ez akkora, hogy nem tudom, hogy ezzel mit tudunk csinálni. Nem tudom, hogy ekkora az alja. Vágod? Nézzétek már meg, mekkora. Miért nem mondom, hogy... Ja, hát igen, kéne ma mondani, hát ez egy jó kérdés, ezt meg kell szokjam még. Na. Na, tehát az alapzata az így néz ki. Az egésznek. Így nagyon... Ilyen, nem is tudom, hogy vasbasz meg, de jó, jó nehéz. Ez tudni. Oké, tehát akkor egyszer van egy ilyen. Ezt egyelőre egy helyet. Na nézzük akkor, hogy... Kacli? Ez nem az a szín, bazd meg. Ez nem az a szín. The seasons come and go like thoughts of you. Ja, halkabb az zenét, oké. Így jó lesz? Mikroportod. Nem az a szín, bazd meg. Bár mindegy, mert ez is kurva jó néz ki. És ez hogy szedjem szét? Azt a kurva. Jó van, gyerekek, konkrétan ezt meg sem bírom bontani. Na, itt van egy kicsi elem. Ez egy támasz lesz. Gondolom a nyaktámasz. Mert eredetileg, amit rendeltem, az fehér, tehát fekete az alapja, fehér és narancssárga. No, oké. Akkor egyszer... Egyszer ez egy ilyen tábla, gyerekek. Berta Gira márkája, iszonyat jó, puha. Így néz ki. Oké. Akkor ezt lerakjuk. És hát akkor ezt a nagy üszkös tütülő bőcsapat kell kivenni belőle most. Na jó, van, akkor ma már nem megyünk edzeni, gyerekek, mert gyakorlatilag ez egy konkrét edzést ki fog váltani, amire ezt összetoszom. Ez tudkó. Elveszem. Nyugi! Nyugi! Megoldom. Alright. Na, ez a háttámla rész. Így néz ki, gyerekek. Hú, de baba, azt a kurva. És az az igazi jófajta cucc. Na nézzük, mi van. Bazd meg, mekkora ez te? Aha. Most ezt kéne kivenni, nem mi? Ennek van a legnagyobb súlya, gyerekek. Ez a nyárkó, köszönöm. Jövő.
szúrjál neki. Jó. Remek. Gondolom ez az ülés. Ez érződik. Ez egy kicsi a szoba. Puszi, menj azért. Faszom. Ezt akkor ide rakom. Hello, hogy gyerekek, ezzel el leszünk. Egy újabb mérföldkő. Mindegy, ez tökéletes gyerekek, nekem igazából én nem vagyok nagyra vágyó, szépen, amit küld a postás, azt Milán elfogadja, tudod? Nem fogunk ezen sírni, hogy milyen a színe, pont leszarom konkrétan. Úgyhogy... Jó, hogy a family friendly teget nem nyomtam be, mert gyakorlatilag már ezen is rage-elek. Na ez mi? Ez mi? Ez a nyakpárna? Gondolom ez jön majd. Aha, ez jön majd. Új, de baba! Látjátok? Nagyon baba lesz. Oké? Okay. Ne bazd meg! Az a baj, hogy mindig van benne, nem tudom mi. Aha. Azt a faszom. Na itt van egy doboz. Ezt mindjárt kibontjuk. És van itt még valami vasbeton über pumpa cucc. Ó, és figyelj. Ha már ez így megérte, lehet pukkantani, bazeg, ez az. Lehet pukkantani. Na, akkor ez most gyerekek, úgy nézem, hogy kívülült. Akkor most ez. Oké. Okay. Na nézzük, akkor. Lucy, segítesz? Hú, bazd meg. Az a baj, nem is értem. Tehát ez mi? Ez mi? Hello, Gibior! Szevasz! Majd mivel nem kell olló, megoldott ezt kézzel is. Kemény vagy, mint a bakaszar. Na, oszt a faszom. Ez remek lesz. Na Lucy, te mit gondolsz erről, mi legyen, ha? Hogy csináljuk? Hogy? Na, először nézzük meg, hogy ez itt mi a búbánat. Ez. A felesleges elemektől megszabadulunk, gyerekek, mert arra nincs szükség. A pukkantót azt nagyon óvatosan kell majd elhelyezni, mert a következő fél évre konkrétan megvan a pukkantó mennyiségem. Én ezt imádom pukkantani. Na ez mi? Ez mi a fasz? Front. De vágod, hogy egy rohadt izé nincs benne, baszki. Lap. Madre. Nincs benne papír, hogy kell összerakni ezt a cuccot. Na most kinyitom ezt a szent dobozt. Ebben nem tudom mi lesz. Gondolom a kerekek, mert már más nincs. Meg remélem, hogy lesz benne egy manuál, különben kell keressek majd egyet. Szemetem. Aha. Még a kereke is piros, fekete, vágod? A kerekek is piros... Hopp, ott a manuál, ez az. A kerekek is piros, feketék, gyerekek. Ha? Ha? Nicey, dicey! Oké. Na itt van hozzá... Egy szív. De konkrétan pracli, baszki! Ebbe nincs is olyan szín, amit mi néztünk. Ezek a színek vannak. Na hát, így látszik. Tehát zöld, fekete, fehér, fekete, fekete, kék, fekete, és ez a piros fekete. Annyi, hogy szerintem, amit mi néztünk, az az a Special Virtus Pro-s, hogy hívják volt, gyanítom. Aha. Na srácok, bazd meg. Hát ahogy ismerem magam, én ezt el fogom baszni. Már előre szólok.
Előre szólok. Ezt ide rakjuk. Oké. Már a dobozban megint van egy... doboz. Fuck. Akkor ezt is kibontom. Ott a tiszta karácsony van, gyerekek. Ez olyan, mint a karácsonykor, amikor bontott ki a cuccokat vág. Hát te... Ezt minek küldték hozzá? Erre csak én asszociálok megint. Jó, na mindegy, itt van ez is. Akkor lássuk. Oké, még akkor ezeket is itt le kell szedni, gyerekek. Mindent ő megszabadítjuk a rendszert. Majd a végén összepakolok. Jó. Open fuck. Ez az, és kibújtattuk. Oké. Okay. Jó, bazd meg. Na, remek. Jó lesz ez. Kicsit sötét most az a... Hello, Judok, szevasz, aranyapa. Mitől ilyen sötét most az a kamera? Azt most nem értem. Na mindegy. Hú, srácok. Ezt most... lepumpálom. Innen is. Egy. Jeden. Ezt fölhúzzuk. Aha. Dva. A fecs. Hú, boys. Hogy van rajta egy ilyen. Kukivédő. Na és akkor most jöhet a manuál. Tehát, nézzük meg, hogy minden darabunk megvan-e. Van egyszer egy ilyenünk. Oké, a két párna, oké. A hátámra. Nem látom, de itt van pedig. Így. Oké. Van hozzá a vibrátor, az a kormány. Hol az inbox kulcs? Hol az inbox kulcs, gyerekek? Hát nem olyan, mint a manuálban, amit kaptam, ez jobb. Szevasz, Pufi! Halihó! Adjak rá fényt. Ez egy okos gondolat. Configure. Fényerő. Egy jó, nem? Jobb lett. Exposure. Hát de itt magyarul van ez a lófasz, várja már. Expozíció. Ah! Most ötösre kellett rakni. Oké. Okay. Remek! Na így most már akkor ti is láttok valamit. Szóval, na hát nézzük. Milán. Ez egy szép quest lesz, bazd meg. Ezt megcsinálni. Na nézzük, turn seat base upside down. Aha. Remove four screw and washers as indicated. Jó, akkor első lépés, gyerekek. Viszi, menj odébb. Hú, baszd meg. Az első lépés, hogy ezt meg kell fordítani. Ó, baszd meg, ennek milyen súlya van, geci? Na így lerakjuk. Oké. Okay. Édes makkom. Akkor kinyitjuk ezt a szerkezetet. Oké, okay. Jól van ragasztva, ez is persze, hát biztos, ami biztos, sose lehet tudni. Nyugi. Jó most így a hangom úgy? Jó? Na. Telek.
világot, hogy kaptam egy vertagíres imbusz kulcsot, baszki. Rá van írva. Vertagír, he? Ködös a kép. Nem, hatom volt. Na várjál, és akkor mit kell most csinálni, bazd meg? 80 nyelven le van írva, vágod? Tehát akkor ezt a 4 csavart, konkrétan, ezt kell kitépálni. Remove. Aha. És azt kell rá... Ja, értem. Oké. Okay. Azt kell erre rárakni. Oké. Okay. Na gyerünk, gyerekek, akkor kezdjük. Nos. Akkor csak... Az jó, mert ennek van ilyen fogás, az amit egy... Olyan, mint egy sörnyitó, vázz meg. Vágod? Remek. Na, azt mondja, egy csavar. Hol rakjam? Ebbe. Egy. Akkor. Terünk, Milán, pumpád! Ez jó lesz! Ezt adom. Oké, okay. Dva. Kettő. Hello, Petomi! Köszi, próbálkozunk, hát gyerekek, ez mire kész lesz, addig lehet, hogy lenyugszik a nap, de azért mindent megteszek, ne aggódjatok. Oké, okay, 3 screw, és akkor ez a negyedik. Menni fog, Milán. Erre képes vagy, érzem, hogy ezt meg tudod oldani. Na. Akkor csavarok kiszedve. Az első lépést, gyerekek, megoldottuk. Az első. Egyedül rakod össze? Igen. Tehát akkor ez pipa. Akkor a következő... Itt a spanyolul van írva, bazd meg. Place seat mechanism onto seat base with arrow pointing to front. And install the 4 screws and washers. Jó. Tehát akkor gyakorlatilag megfogom ezt, és mivel vizuálisan tudom átlátni, itt az elé, ott a támasz, front. Ú, de baba vagy Milán. Én úgy gondolom, hogy ez így jó. Ja, és az alertbox rossz helyen van, várja. Lucy a széken fogja erőszakolni a medvét. Egy. Na most már működik az alertbox. Köszi szépen! Széken fogja erőszakolni a medvét. Lesz Assassin's Creed, persze, hogy ne lenne, mindenféleképpen lesz. Gászkarról, vedd majd le a piros kupakot. Hát gondolom ez a piros kupak. A vibrátoron, a piros gomb, tudjátok. Na, gyerekek, akkor ez így most elvileg fasza, azt mutatja, hogy mind a kettőnek itt frontot kell mutatni. Tehát... Arrow pointing to front, királyság, akkor ez így ok. Akkor most megfogom ezt. De várj, akkor ez a 4 lófasz mire kell majd? Basszátok meg, ez hány oldalas, geci! Áh, itt van, hogy ez mire kell, jó. Semmi gond, gyerekek, este 8-ra kész lesz. Na jó, csak viccelek, azért reméljük, hogy nem. Jó, na gyerünk, akkor pumpáljuk vissza a bulit. Akkor most rajta van ez a
ez a kormányszerű cucc, hogy gyakorlatilag ezt most ide bele kell verni vissza a négy csavart, hogy működjön. Nem húzom meg először ugye, hogy jó, összetudjam majd a végén zéni, hogy nem azt, hogy ha nagyon meghúzzuk az elején a zéket, a csavarokat, akkor nem lehet az utolsót rendesen belehúzni, akkor elapad. Úgyhogy szépen csak lazásan, félig rakjuk be gyerekek, úgy, ahogy az kell. Hát ez nagyon baba ez az Imbusz kulcs, baszke. Lol, ezt most belegondolok, hogy azzal a sima elalakú Imbusz kulcsa konkrétan ez egy nagy szenvedés lenne ezzel, meg csak így úgy, az már benne is van bazeg. Vágod? Látjátok amúgy rendesen? Nem mi? Várjatok, ha megoldjuk el. Egy. És még lejjebb kéne picit, mi? Egy. Na, ez az. Így most már lazán. Oké. Okay. Aha, ez jó, belemegy. Akkor most kezdjük el meghúzni őket. Ez az. Jó. Elég toszó, baszki. Jó. Na gyere, ez most úgy meg van húzva. Oké. Okay. Pipacsenko. Akkor lássuk a következő lépést. Hello White Warrior! Mi van? Re! Micsoda? Olyan, ha egyszer a helyére rakod, soha többet nem lehet ugye kiszedni. Még szerencse, igen. Még szerencse. Hát, támla. Na gyerekek, akkor ez a rész itt Pipacsenko. Akkor nézzük a 2A pontot. Place 5 star food base upside down. Then align and push caster's wheel in. Oké. Okay. Ez a legegyszerűbb feladat, gyerekek. Elméletileg megfogjuk az alját, belebasszuk a kerekeket, az Guten Tag. Ezt most odébb rakom, ezt ide rakom. Elméletileg ezzel nem lehet gond. Hol a papír? Mert azért nekem kelleni fog szerintem a segédlet. Még ehhez is. Push! Csak be kell nyomni. Bazd meg, hát ez laza. Ezt belenyomtuk mi Katiba a gyereket, vágod? Oké. Okay. Úgy de baba lesz, Móni. Három. Lucy, te mit szólsz ehhez? Ó, geci. Jogi. Már nyomok, bazd meg, ez akad. Ez nem megy bele, te. Ezt meg kellett kicsit erőszakolni. Jó, és akkor az utolsó kerék. The last one. Jó, ez valami. Alright. Na gyerekek. Azt a kurva. Oké. Okay. Akkor az első része megvan. Az első része megvan. Most itt meglehet a chat, ha mindegy. Te van a papír. Oké, na srácok, akkor kész van ez is. Akkor most jön. Remove the red protective cap on gas lift before further assembly. Jó. Tehát akkor most mondja azt, hogy ezt akkor most húzzam ki. Húzzam ki. Én marad. Levettem a kupakot. Oké, okay, akkor ezt most leteszem, mert ezzel most nincs egyéb dolgunk. Ne így nekem kispricceljen, bazd meg. Na, akkor most jön a következő lépés. Mégpedig a 3A. Install lerelezáta a gas szúr, ja az olaszúban. Install gas lift to seat mechanism. Then 5 star and wheel assembly to gas lift. All right. Jó.
Tehát a pöckös részt, beledugom ide. Ütközési? Képen is. Jó, hát nem megy bejön. Vegyél napra. Na, és akkor ezt most belerakjuk ide. Így. Ó, gyerekek, ez úgy belecsúszott. Úgy belecsúszott, hogy beszartok. Na. Akkor most gyakorlatilag én ezt megfordíthatom, és megvan. Bazd meg, mekkora te! Na, oké. Akkor eddig megvagyunk a szituál. Akkor nézzük tovább. GG! Te soha ne vele. Nem, hát most ez... Tudod, hogy van ez White Warrior? A hátámla már nem is kell nekem, jó lesz így. Szeretem én már olyan lapra szelert bútort, bazd meg, hogy konkrétan 2 napig tartott. De nem viccelek. Egy ilyen jó szar volt, egy ilyen IKEA-s cucc. És konkrétan, bazd meg, volt hozzá, azt hiszem, egy 80 csavar, minimum, de mindenféle méretben. Akkor a polcok, abból is volt 15 különböző fajta, de azon ledoktoráltunk. Na nézzük a következő lépést. Hol van? Hát azt mondja, hogy carefully turn the chair upright position. Oké. Az megtörtént. Azt én megcsináltam magamtól. Olyan kényelmes is lehet, hát biztos. Biztosan. Jó, akkor ez a része megvan, gyerekek, akkor jött a következő. Turn this bracket to upside position. Aha. Az Isten, belevágjam is faszát! Ez most így van, bazd meg. Oké, biztos jó. Jó, és akkor most kell belerakni a háttámlát. Slide back supports onto back bracket. Bracket. Hello, Bencik, szevasz. Ezzel nem tudom, hogy pontosan mi van, mert ez ilyen... Aha, tehát ez úgy működik, hogy meghúzom, és ez a lófasz akkor bele csattan. Aha, tehát ez a fogó, ez meg ilyen lötyögős. Ez a másik oldal. Na, akkor most jöhet ez. És akkor elméletileg ezt ide csak bele kell. What? Bele kell... kuffantani a lukba, bazd meg. Igen, most mutasd meg, hogy jó a luk érzék. Hol van? Oké. Na gyerekek! Megvan a háttámla. Ez az. Oké? Akkor nézzük a next-et. Ugye kész vagyunk egyébként. Helyezzük be a 2 speciális M8-as csavart, tehát ezt. On each side. Aha, oké. Hát akkor ezzel berögzítjük, gyerekek. Oké, fasza.
Na úgysem, hogy lássátok. Minden pillanatát. Tehát ezt megfogjuk, és ide belebasszuk. És mint itt át kell szúrni, és épp, aha, lol. Át kellett szúrni a szövetet, bassz meg. Csináld, geci! Gyerünk, faszatod! Esetőd! Hát, kurva isten, baszd meg, meddig? Ah. Jogi! Meg vagyok. Most jött az alsó kufi. Akkor ezt most már így elkezdem gyorsan tekerni, hogy nehogy baj legyen. Jó, mert a háttértám persze, azt majd lehet állítani. Jó, akkor most forgatunk. Ez az. Az imbuszkult se kell beszélni. Kacok. Oké. Hát ez remek. Ez remek. Jó. Az utolsó. Az utolsó. Hello, dinnye. Hello, hello, gyerekek. Üdv mindenkinek, én már szopom itt a harcit. Most kéne bevágni azt a... Hogy hívják ott a netről, amikor... Hát nincs rajta menet! Ezen most konkrétan olyan, mintha nem akarna rákapni a menetre. De most elkezdem tekerni, aztán majd meglátjuk. Hogy megy rá, szóval csak rákapja haznak. Nem, ez konkrétan abszolút nem. Hol a luk? Ott a luk, akkor kicsit így. Ez az. Na most vagyok. Marha érdekes, srácok, tehát konkrétan ez az utolsó. Na. Ez az utolsó nem kapott rá, bazd meg, de konkrétan abszolút nem. Vágod? Így forog a menetbe. Mi a helyzet? Ez nem akarja az igazságot. Pusztulna meg. Ja. Oké. Okay. Azzal a karral fogom tudni majd húzogatni. Ugye? Oldalt. Ez az. Ez miért nem kapott rá, bazd meg? Hülye vagy? Ez az utolsó, nem akarja! Ez mennyire tipikus Milán, hogy itt a legvégén, amikor már GG van. Tehát minden úgy ráment, mint a büdös picsa. Ez az utolsó, ez nem kapott rá. De ugyanolyanok ebből, ezből összesen izé van, vágod? Tehát, hogy... Most megpróbálom úgy, hogy a felsőt, kicsavarozom az alsót. Kicsavarozzuk. És hogy először berakom a föntire ezt most. Megnézem, hogy esetleg a menetben nincs-e valami retorzió, vagy a faszom se tudja. Hát konkrétan ez a teljesen forog a menetbe, totálba. Totálba forog a menetbe.
Na nézzük csak akkor így. Na, ez most bazd meg, tehát a másik csavarra belement mind a kurva élet. Remélem nem a csavarra lesz a baj. Oké. Okay. Akkor ezt most nem húzom meg. Megkörülöm ezt ide. Ez az gyerekek így működik. Lazább a menete ennek az utcsó csavarnak. És ezt sokkal, aha, sokkal könnyebben, a felsőben nem ment bele, de az alsóban most beengedte. Úgyhogy akkor meg vagyunk. Oké. Okay. Ez gyerekek, most beleállt. Minden kurva élet. Jó. Jó. Hú. Nem szorítok. Aha, igen, vágom. Na gyerekek, akkor ez is megvan. Tehát, install, adjust headrest and lumbar support. Oké. Okay. Tehát akkor ez lesz az izé. Pumpa. Ide. Fejpárna. Kész. Hátsza! Jó, vagy ezt nem ide kell? De bocs már. Oké. Okay. Van még róla leírás? Ja, itt hogy külön, hogy hogyan lehet. Aha, állítgat nézéket. Hát jó van gyerekek, az már nekünk. Az már nekünk nem fog kelleni. Mert ezt a lófaszt, ezt egyébként tényleg hogy kell ide rakni? Ezt a lófaszt. Köszi! Kész, aztán lecsulázott. Hülye! Ez tök érdekes, ez itt benne van, bazd meg, remélem, hogy nem basztam el. Várj, én most ráülök, gyerekek, ennek most már működnie kell. Azt a kurva geci! Na, srácok, meg ez bazd meg. Ezt nem tudom, hogy rakjam rá, vágod. Mert ennek ugye itt lenne helye. Ezt egyébként lehet elbasztam mellett, hogy még akkor kellett volna így ráfogatni, ahogy hívják előtt, mielőtt rárakom a cuccot. Mert itt a képen is bazd meg valahogy, ez oda be van. Mert van rajta ilyen hát, nem is tudom mi ez bazd meg. De hogy ezt így hova kell berakni, vágod? Ezt így teljesen, nem az egy fasság. Ezt nem értem, hogy ezt hogy kell ide berakni, geci. Meg konkrétan ugye, tehát nézzétek. Ugye így van, tehát ezt ide kell így berakni, ez a terékvédő. És van rajta egy olyan, mint egy iskolatáska, és hogy konkrétan ezt sem tudom képzelni bazd meg, hogy kell ide berakni. Adjust headrest and lumbar support cushions for your comfort. Ez marha érdekes. Hát hogy ez hova? Ez bazd meg lehet, hogy ezt úgy kellett volna, hogy még mielőtt a... Lehet csak. Hogy még mielőtt... Na nem tudom, tehát nem tudom elképzelni se, geci. Hogy ezt hol vezetem el így? Alul? Lehet, hogy itt átfér. Bazd meg átfér, geci. Átfér, jó van, akkor zsír. Akkor meg lehet oldani. Akkor két elem között van annyi hely, hogy ezt itt át tudom csúsztatni, vágod? Ez az. Jó, és akkor viszont itt azt kell csinálni, hogy konkrétan még itt ez alatt el kell vezetni. Így. Nem, ez kizárt így. Akkor viszont gyerekek, ez fingom nincs, hogy ezt hogy oldjam meg itt.
Image? Igen. Igen, tehát ugye ez itt oké. Tánla. Ezt hogy rakom ide be? Várjál csak, ezen még egy ilyen... Hogy hívják is van? Ja, hogy ott van benne a szilikon. Aha. Akkor ezt nem nyitjuk ki. Ezt nem tudom, hogy lehet ide berakni, gyerekek. Mert ha teljesen el akarom vezetni alul fölül, akkor konkrétan meg izé, már nem ér el odáig. Hát igen, itt. Itt és... Ott megy be hátra, itt. Így, szimplán. Itt nem fog leesni. Na fasz, nem. Egyik luk van? Nincs. Tök érdekes, hogy erre az egyre nem mutat izét. Bár lehet, hogy egyébként így csak ennyi. És akkor így, akkor megáll. Igazából itt. Így, és akkor ezt meg így. Ide. Aha, így. Oké. Okay. Na gyerekek. Hát akkor... It looks like we finished the job. Csak nekem ez az érdekes, hogy nagyon nem, nincsenek itt helye, tehát nem úgy illeszkedik rá, mint eddig minden más. Érted, hogy úgy tökéletesen bele illeszkedik, hanem ez ott így van egy ilyen csipeszelője. Nuhávó! Vin! Adas! Megvan a szék, gyerekek, és akkor nézzük meg, hogy még miket mutat itt. Hát akkor elméletileg most beleül, ami lát... Oh. Hát én ebbe fogok aludni, hiába. Vagy ezt akkor, hogy most lehet emelni? Aha, mondom én, hogy látod? Ez itt le is esett. Hát, hogy ennek, mintha nem itt lenne a helye. Vagyis, hogy így itt van, de hogy úgy nem támasztja. Látod, hogy lecsúszik a faszba. Mindegy, az a derék támasz, az konkrétan megmondom nektek, hogy nem is biztos, hogy kell. Tehát, hogy anélkül is ez a szék olyan, hogy beszartok. Azt a kurva! Gyere csak... That's what I'm talking about. Ah, úristen, bazd meg! Hát én ebbe fogok aludni, kecce! Na várjál, és akkor még mi van? Még annyi van, hogy... Na várjál, ez itt... De durván mozog. Még annyit nézzünk meg, gyerekek, hogy... Ez itt ugye megvan. Igen. És akkor pull this lever to adjust the return angle and release to lock. Aha, igen. Remek. Hát ezt ugye itt már kiderítettem magamtól, hogy ez így működik. Akkor itt van a magasság, de az így konkrétan teljesen jó. Teljesen jó. És akkor itt még mit ír? Pull this lever. Ez a magasság, aha. Oké, okay, tehát ezzel, Lucika, menj innen, menj innen. Ezzel lehet a magasságot állítani. Oké. Okay. De ez nekünk nem kell, ez így tökéletes. És... Tilt, push it down to lock position. Uh-huh. Ja, ez meg így. Jó, de hát ezek olyan funkciók, hogy nem kell, hát minek? Tehát ez így bele van lőve, Tehát ez így annyira fasza, hogy... Azt a kurva. Gyerekek. Now that's what I'm talking about. Feküdjek benne hátra. Biztos? Nem merek, bazd meg. Mi van, hátra esek? Móni!
Ez az! Oh, yes! Keresztbe csak... Ó, oh, ott a win, ott a megoldás. Keresztbe, azaz. Azaz, geci. Hoppá! De várjál, akkor viszont... Hoppá! Uh-huh. Ez így jó lesz. Gondolom, mert ezt beakasztjuk, tehát akkor ez jön ehhez. Jó. Oké, és akkor ez. Ez jön ehhez. Alright. És akkor azaz baba. A nagy lófaszt! Ugyanúgy lecsúszik, geci! Mindegy, így marad, így ebben a magasságban is, így akkor jó lesz. Yes! Hú, boys! Na hát úgy néz ki, gyerekek, hogy akkor összeállt a rendszer. Ez olyan kényelmes, hogy pff, nem tudom elmondani. Egy kicsit még előrébb húzom. Ez az, na így lesz a jó. Így fogunk tudni gémelni rendesen, várjál. Így. Oké. Okay. Hát ez nagyon baba, gyerekek! Ez nagyon baba! Kartámaszt próbált ki. Osztó! Na gyerekek, figyeljétek! Tehát a kartámasz, ez itt konkrétan úgy néz ki, hogy megnyomok egy gombot, és lehet húzni előre-hátra. A másik gomb, az pedig gondolom a... Aha, az meg így forga. Bazd meg! Ez az! Hát gyerekek, ez egy itt, nem is tudom elmondani. Ja, itt meg a magasság állító, azt gondolom a kinti. Oh, itt van. Na így a jó, bazd meg. Édes jó Isten, ez olyan, mint egy kerekesszék, bazd meg. Ezzel mindent lehet állítani. Én ebben fő se kelek soha. Hát ebben egy belefolytam. Oh, masszázs funkció nincs rajta. Úristen, boys! Hát szóval, gyerekek! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ez a cucchoz hozzájárult. Gyakorlatilag azért letótunk itt egy több mint egy évet ezen a konyhai lófaszéken. És most végre itt van egy ilyen őrült, kuffantó vadállat, ilyen vörös-fekete, ilyen démonszék. És ez konkrétan, ezt nem tudjátok elképzelni, hogy milyen ezen ülni a másik után. Ugye én eddig soha, tehát mindig úgy voltam vele, hogy rohadtul nem számít, meg hogy nem érdekel. Nem érdekel, hogy min űz, de bazd meg így, hogy most ezen ülök. Így azért más, azt hittem. Úgyhogy... összeraktuk egyébként, idő előtt összeraktam. Én azt hittem, ez azért tovább fog tartani. És alapból az a jó, hogy egy picit így hintázik, tehát hogy benne van ez a pici lehetőség a hátra dőlésre mindig, és olyan egybe van az egész, és olyan mi. Hát a kényelem, gyerekek, ez totál a kényelem, vágod? Eszméletlen durva. Úgyhogy a másik kamera pedig ideiglenesen, gyerekek, ide lesz így beszerelve. Így ennyit fogtok látni, nem is tudom, hogy legyen így a macit. Ezt majd picibe berakjuk. Hát természetesen ennek a második webkamerának nem ez lesz az elsődleges célja, viszont ahhoz még meg kell csinálnunk a további dolgokat, amik még meglepetés, hogy mik lesznek. De remélem, hogy mindenkinek iszonyatosan fog tetszeni, mert ez egy olyan dolog lesz, hogy ez szerintem nem lesz semmi. Hát majd meglátjuk, gyerekek. Majd meglátjuk, remélem tényleg, hogy jó lesz. De minden esetre ezt most adom nagyon, tehát ez a szék, ez uff, eszméletlen jó. De egyébként pont, tehát hogy pont beleférek, tehát kell ez a szék nekem, de azért úgy beleférek, Kasszi, tehát hogy nem tűnök el benne, tehát hogy pont, ez pont méret. A kisebb az nem lett volna jó, azért jó az az XL-es. Ebbe így pont így bevesz. Így pont mindenhol faszán illeszkedik. Mindenhol. De ez, gyerekek, tudjátok mi a durva? Ez a deréktámasz. Tehát, hogy ugye nem így van a derekad, hanem így ki van, meg van feszülve, mert ott van egy párna. Nagyon durva.
Nagyon király. Hát úgyhogy gyerekek, köszi szépen mindenkinek, ez nélkületek nem jöhetett volna létre. Hát konkrétan egy óra alatt lepörgettük ezt az egész dolgot. Szerintem ez teljesen rendben volt így. Legalább most már a macit jobban tudom őrizni. Luci? Gyere! Ott. Ja, várj, ezt a kupakod, bazd meg. Hol a macid, Luci? Hol van? Kell, hogy a macidat! Gyerünk! És ezt innentől gyerekek ki kell takarjam, mert sajnos itt már durva dolgok fognak következni. Ügyes voltál, Lucika, ügyes voltál. Mert be. Hú, srácok. Na, gyerekek, akkor összeraktuk sikerült. Itt van beszerelve, borzasztóan kényelmes, borzasztóan elegante. Nagyon-nagyon menő, olyan igazi... Luci. Ez olyan igazi gamer cucc, tehát ez ugye... Ezzel most már jó lesz. És akkor még egy dolog gyerekek, hogy a Greenbox... Azt nem tudom, hogy fogom megoldani. Mert konkrétan most az egész szobát átrendeztem, és... valahogy ezt fel kell rakni mögém. És fingom nincs, hogy már nem nagyon fér el, tehát akárhogy számolgatom. Nem Vig Márti, ő nem neki szokott menni, ő úgy kedvesen. Jaj, szóval ez a jellegű a kutya és a medve kapcsolata. Azt kéne még neki megtanítanom, hogyha végzett vele, akkor tegye vissza a helyére. Mind egy jó nevelt ember is, érted, mert... Ja. Hát igen. Jó, madre. Mindegy, akkor ott marad. Na jó van, srácok, akkor figyeljetek. Mi legyen? Most két lehetőség van. Az egyik az az, hogy hitmenezünk, a másik pedig az, hogy Dead by Day, már egyébként Dead by Daylight-ozni lenne kedvem. Dead by Daylight-ozni. Lehet-e kérdés? Persze, mondjad, Bencix, mondjad. Assassin's Creed most nem először, most ezt a Hitment, ezt most végig toljuk, és akkor gyakorlatilag majd utána lesz majd megint a AC részleg, gyerekek. Hello Norbi! Mi van? Szevasz aranyapa! Na gyerekek, úgyhogy nagyjából akkor így néz ki az új rendszer. Ja tényleg, mert most visszaestünk, igen, tehát most kell a ranghúzás. Bassza meg, igaz? Igaz. Így néz ki az új rendszer, ez még nem a végleges. Praci egyébként gyakorlatilag tudod, mi történt? Nézd csak meg a medvés kamerának a keretét megint. Ez hogy lehet? Megint zöld. Elképesztő. Nem akarsz ránézni a RAM Royale-ra, mert most elég fasz a update-ek. Nem. RAM Royale-t azt nem játszunk, gyerekek. Itt most a Dead by Daylight, ami megy, és az új Battle Royale, amivel meg fogunk játszani, az majd a COD lesz. Majd valószínű arra, nem tudom, hogy lesz, mert az igazság, hogy kurva drága, tehát valami 100 eurót mondott a Prasz, hogy 100 euróba kerül. Azt már nem tudom, majd a felét lehet kiírom donétre, vagy valami ilyesmi, mert hát így nem tudom 30 ezreket költeni, bazd meg hetente, tehát ahhoz sajnos még a munkám, amit dolgozok, az nem elég. A green screen megvan. A green screen itt van, itt a softbox.
minden megvan, csak még nem tudom főrakni, mert nem tudom, hogy hova. Hát most azon gondolkodtam, hogy most itt a szék összeszerelős live után, hogy valahogy megoldom ezt, hogy a főbasszom, és akkor konkrétan már tudnánk jönni rendesen a green screen-es verzióval. De azt lehet, hogy holnapra hagyjuk, gyerekek, mert ahhoz még kell dolgoznunk a praclival egy-két dolgot. Tehát ez nem úgy megy, hogy főrakom a green screen-t, aztán minden működik. Ez mögött kurva sok munka van, amit így nem láttok, meg még én sem nagyon, mert én is csak a végeredményt kapom, meg ezt a pracli dolgozik ezzel kurva sokat. Tehát ez az őrült grafika, amit most itt láttok, ezt gondolhatjátok, hogy ez nem úgy volt, hogy letöltött egy képet a Google-ről, aztán berakta így, tehát hogy ebben jó sok meló van. Szóval köszönjük neki még egyszer, mert hát meg nem beszélve arról, hogy azért ilyet nem is tud mindenki csinálni, tehát hogyha értitek, ez azért kell ez a kreatív szemlélet, ami a pracinál nagyon megvan, és hát azért néz ez így ki, hát nézzétek már meg. Ugye az izé is, a Soon képernyő, hát szóval egészen egyszerűen elképesztő, nézzétek, hogy milyen szép. Úgyhogy ja. Na, gyerekek, akkor Dead by Daylight lesz, mit szóltok, jó? Dead by Daylight-ozni fogunk. Akkor a mai napon még akkor, meg úgy gondolom, hogy akkor maradjon ez így, jó? Ez így marad, tehát akkor mai napon még nem tolunk green screen-t, hanem így játszunk ezzel a setup-pal, aztán akkor holnap viszont már green screen belevön, és akkor megint újulunk, és hát még a nagy újítás az még mindig hátra van, tehát ez még mindig csak a kezdet, gyerekek, ez még mindig csak a kezdet, ugye igen, és egy napra egy élvezet, a mai napon a szék, á, de gyerekek, nem tudjátok elképzelni, bazd meg, mennyire kurva kényelmes, csak tudjátok, nézzé, hogy fogok én gémelni, így. Mondjuk így ez elég jó. Ah, ez a gyanktábla. Már csak két maláj kurva kéne egy dövögém és minden jó lenne. Vagyis hogy kettő tapasztalt masszőr, aki néha amikor megfeszülök így lelazítana egy picit. Na mindegy. Chair power, gyerekek, megvan, úgyhogy akkor zárásként még egyszer megmutatom a mai nap eredményét. Vagyis hát az elmúlt 2 hónapnak az eredményét. Vertagir PL 6000 összeszerelve, eszméletlen nehéz a szék, nagyon stabil és iszonyatosan menő, fekete, bordó, vagy hát ilyen piros, egyébként nem teljesen olyan a színe, mint ott a screenen, tehát ez egy ilyen, inkább egy ilyen sötétebb vörös a színe, talán itt jobban látszik ezen a kamon. Egy kicsit, mert ott olyan kicsit olyan élénkebb. Úgyhogy ja. Na srácok, akkor most itt lezárjuk. Most itt lezárjuk a streamet, és akkor gyakorlatilag 2 perc, jó gyerekek, azt akkor indítjuk, és akkor dead by... Hát bazd meg, oda akarok beszélni, mikor oda kell! Szóval, nem sokára jöntöm a Dead by Daylight-ot. Köszönjük, itt voltatok a szék összerakó streamen, gyerekek! Megcsináltuk, itt vagyunk, ülünk a kényelembe és a tutiba. Nem sokára jövünk Dead by Daylight-tal. Szevasztok, peace!